olyan mély kapcsolatban van a feleségével, amit terhel egy olyan múltbéli dráma, ami még inkább mélyíti az ő viszonyukat, de görcsösebbé és drámaibbá is teszi. Kapaszkodni akar vala az életbe, azt gondolom, kapaszkodni akar a vágyakba, az elérni vágyott habzsolásba, a hatalom szomjba, és ebbe menekül bele, és ezt oda akarja ajándékozni a feleségének, cserébe azért a veszteségért, amit elszenvedtek a múltban. És ezt a görcsös akarást tolják annyira túl, hogy a Macbeth figurája érzi, hogy ennek nem lesz jó a vége, de belesodródnak. Tehát a körülmények és bizonyos égi vagy égi jelenések, vagy a mi olvasatunkban a pszichének az olyan kivetülése, ami a vágyakat generálja, vagy visszahat a vágyakra, és ezáltal manifestálja. Ezek belelögdösik őket, vagy olyan tedbe, amiben tönkre mennek, és ennek a történetét nézhetjük végig. Szép előszó a király téma nagy felvonásához. Ez a szellemvilági intelem se rossz nem lehet, se jó. Mert ha rossz, igaz kezdettel miért előlegezni sikeremet? Káudor tánya vagyok. És ha jó, miért száll meg oly szörnyű sugallat, hogy iszonyodó hajam égnek ás, nyugodt szívem a bordámat veri, ahogy nem szoktad. Próbálom az együttérzésemet és a képzeletemet felszabadítani, hogy együtt tudjak először is érezni, aztán menni ezekkel az ösztönös vágyakkal és történésekkel. Szerintem az a jó, hogyha minden egyes kis részletben nagyon konkrét tudsz lenni, és akkor az egész együtt esetleg kiadja azt, hogy hát ennek a ritmusai, a belső váltásai, az űzöttsége a mondatainak, amilyen mélyről hirtelen magasra és onnan magasról teljesen a halálba tud zuhanni, az valami olyan idegrendszer, ami látszik, hogy megbomlott. Igyekszünk nem az őrületet megfogalmazni, hanem ezeket a konkrét érzéseket és idegállapotokat és mondatokat, amiket ki kell mondani, azokat minél szélesebb amplitúdóval eljátszani, és akkor az egész az már azt jelenti. Az utam zörgő, sárguló, a barba hanyatlik. És ami az akkor szép kerete volna, hűség, szeretet, bódolat, barátság, arra semmire mély. Helyettük álltok, nem súlyos, de mély. Üres szók, üres bók, amit a szív megtagadna, de nem mer. Szólni fogok, így le nem faragják csontjairól a hús! Az elkoncepciója, ahonnan ez táplálkozik, és amiből így össze van gyúrva, azt gondolom, az olyan kulturális referenciákon nyugszik, amik nagyon közel állnak hozzám. És jól tudom használni, és el tudom képzelni egy ilyen térbe és helyzetbe ezt az egész anyagot. Vannak nekem is nagyra törő vágyaim, meg görcsös akarásaim, és olyan nagyra vágyásaim, és irítségeim, és keserűségeim, amik szerintem Macbethet is a rossz vágányra terelik. Szerintem ezzel minden ember küzd, meg az igazságtalanság érzése, vagy a drámával, hogy miért velem történt ez, hogy miért nem én vagyok ott, ahol lennem kéne, én alkalmasabb vagyok erre a posztra, vagy erre a helyre, hogy miért az inkompetenseknek jut több feladat, vagy nagyobb siker. Ezek azok a dolgok, amik szerintem mindenki, tehát ez egy ilyen gyarló, az emberben van egy ilyen gyarló törtető. Én is, kiben több, kiben kevesebb, mikor melyik van arányban, de ezeket az érzéseket tudom használni.